szeretettel köszöntelek benneteket. Az előzőekben, ahogy Jézus Krisztus példázatait tanulmányoztuk, nagyon sok mindent megtudhattunk az ő szolgálatáról, és arról, hogy mit tanított az őt körülvevő embereknek. Most, ahogyan Pünkösd ünnepéhez közeledünk, úgy véltem, jó lenne az apostolok cselekedeteit tanulmányozni, hogy közelebbről megismerhessük Jézus mennybe menetelének az eseményeit, azt, hogy mi történt Pünköstkor, majd pedig, hogy mi történt az egyházzal ezután, az események után. Elsőként az apostolok cselekedeteinek az első fejezetéből szeretnék nektek egy igeszakaszt felolvasni, a 4-től a 14. versig. Hallgassátok meg! Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennyben, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe, az Olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon, a Zélóta és Júdás, a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Ámen. A feltámadott Jézus 40 napig maradt még a földön, és megjelenésének az alkalmával tudjuk azt, hogy erősítette a tanítványoknak a hitét, beszélt nekik Isten országának dolgaiból. És a tanítványok, ugye tudjuk, látjuk azt, hogy itt visszatértek Jeruzsálembe, és várakozniuk kellett, amíg fel nem ruháztattak mennyei erővel. Gondoljunk bele abba, hogy milyen nehéz lehetett ez a várakozás. Várakozniuk kellett arra, hogy megkapják a Szent Lelket. És milyen hálásak lehetünk azért, hogy mi már megkaptuk a Szentléleknek az ajándékát, aki megerősít bennünket, aki vezet bennünket, segít bennünket, és elvezet bennünket Isten titkainak a megismerésére, aki támogat bennünket a nehézségek idején. És látjuk azt, hogy az apostolok megkérdezték Jézustól, hogy nem ebben az időben fogja helyreállítani a királyságot Izraelnek. És látjuk azt, hogy itt a tanítványok még mindig küzdködtek Izrael földi királyságának a helyreállításában gondolkodtak, és gyakran mi is másban gondolkodunk, mint amiben Isten gondolkodik. Itt a tanítványok nagyon a földi dolgokban gondolkoztak, arra vártak, hogy helyreálljon Izraelben a földi királyság, de Istennek más tervei voltak. És gyakran mi is úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk azt, hogy mi a legjobb, de
Bíznunk kell abban, hogy Istennek egy csodálatos terve van, egy nagyszerű terve, ami sokkal jobb annál, mint amit mi el tudunk képzelni. Látjuk azt, hogy egy olyan gondolat jelenik meg, ami nagyon új volt a tanítványoknak. Nem tudták pontosan, hogy mit fog jelenteni ez a mennyei erő, mit fog jelenteni az, hogy Szentlélekkel fognak megkereszteltetni. Nem tudták, hogy mit jelent mindez, de bíztak az Úr Jézusba. Bíztak abba, hogy teljesíti az ígéreteit, ahogyan eddig is teljesítette. És most mi is várakozunk, nem tudjuk pontosan, hogy mit hoznak a következő hetek, a következő hónapok. Nem tudjuk, hogy mit jelent számunkra ez az új élethelyzet. Sokan vagyunk, akik nehézségekkel küzdenek. Új stratégiákat kell találnunk, hogy megküzdjünk a problémáinkkal. És a tanítványok is ebben a helyzetben voltak. Nem tudták, hogy Jézus nélkül hogyan fogják folytatni az eddigi szolgálatukat. Nem tudták, de bíztak az Úrban. Itt az utolsó versekben látjuk azt, hogy kitartóan, egy szívvel, egy lélekkel közösen imádkoztak, kitartóan részt vettek az imádságban. És most nekünk is ez a feladatunk. Nem tudjuk, hogy mit hoznak a következő hetek, hónapok, a következő időszak, de amit tehetünk, az az, hogy bízunk az Úr Jézusban, bízunk abban, hogy ő jót tervez számunkra, és kitartóan imádkozunk tovább. Erre bátorítalak benneteket, legyetek kitartóak az imádságba, ne csüggedjetek el, kedves testvéreim. Imádkozom értetek, hogy ez a kitartó imádkozás megmaradjon a ti életetekben.